Józsefet láthatjuk a piros sarokban, aki 5 mérkőzésen van már túl, és abból 3 KO győzelem. Remek amatőr Bunyós, aki bontogatja a szárnyait itt a profik között. Az ellenfél pedig itt látható Detre Gábor. Ő még nagyon a pályája elején van. És hát nincsen könnyű dolga szerintem most Darmos József ellen. Kevés irigye van Detre Gábornak, mert azért Darmos Józsi olyan amatőr múlttal rendelkezik, még ha a profiknál nem is tudott még olyan maradandót alkotni, de azért technikailag nagyon-nagyon képzett Bunyósról van szó, és hát Detre Gábornak most meg kell törnie a nagy öreget, idézőjebb az öreget. Igen, hozzá lehet fűzni, hogy azért a Darmosnak nagyon, nagyon komoly ütőerővel is rendelkezik, és pontosan tud ütni, tehát, hogy itt ez volt. Ezért is veszélyes. Ezért is nem irigyeljük most. Na, kiderül, hogy mire képes most Darmos József. Ugye mindig ilyen nagy válaszút előtt áll Darmos József minden egyes mérkőzésen, hiszen kétszeres EB bronzérmes, 8-szoros magyar bajnok, aztán utána közel 10 évig volt az amatőr válogatott tagja. Utána úgy döntött, hogy profinak áll, és most itt a profik táborába próbálkozik, de volt egy-két olyan mérkőzés, ha mondjuk, ha legutolsót vesszük, akkor egy KO győzelem, de nem tudta szerintem azt a bunyót nyújtani, amit ő szeretne. Bár azt mondta, hogy frissnek és éheznek érzi magát, de még én legalábbis személy szerint várom tőle azt a mérkőzést, amikor ő egy ilyen mosolygós jókedvűen megy ki a sarokba. Igen, valahogy nem tudta fölvenni ezt a ritmust még, de én azt gondolom, hogy ez csak időkérdése, meg azért olyan veresége is, amit azt hiszem, hogy kis Tóth Tomival való mérkőzésen volt, ahol a vélemény szerint el is fáradt. Nagyon-nagyon. Nagyon. A 9. menetig húzta, de már a 4-től kezdve igen, nagyon komoly volt, pontai igen, voltak. Igen. Nagyon. Ahol tényleg az csak a szíve vitte, és ott szinte elfáradt, azért lett vége a mérkőzésnek. Zaj, picit. De most egy egész jó kis ellenfelet kapott én. Ahogy lezárogatja magát, és hát üt az ellenfél. Nyilván Detre Gábornak az a mai mérkőzésen a cél, hogy végig kihúzza ezt a 6 menetet, amely azért nem könnyű dolog Darmos Józseffel szemben, de majd kiderül. Nincs megilletődve, Detre próbálkozik, de Darmos remekül elment előle. Ez a szép volt, hogy kivette magát. Darmos most nem sokat csinált az első menetben. Ugye Kiskun Majsán született, utolsó információim szerint Balatonalmádiban él már Darmos József, 32 éves, és 2015. szeptemberében kezdte a profi pályáját. Tuba George ellen akkor egy döntetlen, aztán még egyszer megmérkőző Tuba George-al, akkor kiütötte ellenfelét. Igen, akkor azt gondolom, hogy ott nagyon gyorsan befejezte. Nagyon gyorsan. Tuba George egy szerencsétlen kiütés után sokáig nem is értette, hogy tényleg vége van a meccsnek, de vége volt, és ugyanígy nem értette a legutolsó találkozón Hamza Vandera. Talán az M4 Sport nézői emlékeznek-e arra a találkozóra, hiszen a harmadik menetben kiütötte Darmos József, és Vandera hosszú-hosszú percekig ott volt a semleges sarokban, és egyszerűen nem akarta elhinni, hogy véget ért a találkozó. Igen, mert ugye a hosszú-hosszú percekben benne volt az is, hogy a padlón is volt. És amikor felállt, akkor nem mikor tudta, kezdünk? Hogy honnan van. Mikor kezdjük? Majdnem az volt, hogy mikor fogjuk elkezdeni a mérkőzőt. Azt gondolt, hogy kézfogás van, mikor a bíró a helyére kísérte. Igen, az mindenképpen lelkileg jót tett Darmos. Nyilván így könnyebben lehetett elmenni a karácsonyi szünetre és felkészülni utána erre a találkozóra. És arra a találkozóra mondta egyébként Darmos József, hogy egy ilyen nagy vízválasztó, hogy van-e folytatás. Az a folytatás nyilván megvan, itt látható, most pedig Detre Gábor az ellenfél. Már is a második menet elején vagyunk, és az első menet kicsit ilyen tapogatózás. Igen, a Detre Gábor most azért sokkal többet ütött az első menetben, már azt gondolom, lehet, hogy most még a Darmos többet talált, de ez egy ilyen X-es menet volt. Detrének 2 mérkőzése volt eddig pályafutása során, az elsőt tavaly májusában Békés Csabán Kocsis József ellen fontozással nyert, aztán novemberben is szorítóba lépett Békés Csabán és Varga Tibor ellen is egy fontozásos győzelemmel nyert. 2 négy menetes találkozója volt, ez most 6 menetre van kiírva, tehát most ebben fel kellett készülni fizikálisan. Le is telt a pihenőidő, jön a második menet. Egy keresztet ötött Darmos. Hoppa.
és kapott egyet, jobb csapottat, még egyet, jobb csapottal oda a fültőre. Igen, tehát hogy ezeket vagy levédeni, vagy ellépni, tehát hogy ezeket így fölvenni, ezeket az ütéseket nem célszerű. Hoppá, igen. De vagy vissza kéne, most már úgy megütött. Hoppá! Most az a jobb csapott elkapta Detrének a fültövét, és az ugye már sokszor beszéltünk róla, hogy nem kellemes. Sőt, kifejezetten kellemetlen. Igen. Komoly festmény van egyébként Detre hátán. Úgy látom, hogy a rajzfilm figurákat nagyon szereti, hiszen a hátulján, vagy a hátán egy nagy Batman figura, a bal vállán pedig egy nagy Hulk fej van. A szuperhősökben jól áll. Igen, lehet, hogy így ő is szuperhősnek érzi magát, de nem is kíméli ellenfelét. Igen, ez az első percben azért jön folyamatosan végig. Egyébként Darmos József magyar bajnoki címet szeretne szerezni, és utána lépésről lépésre haladni. Nagy álmokat dédeleget még a bunyóban. A profi bunyóban 32 évesen úgy érzi, hogy megvan még benne az az erő. Jó hajol el. Meg is hozza egyébként a találkozó a pápai közönség hangját. Na hát megosztja egyébként a közönséget a mérkőzés, mert Detrének is adnak tanácsokat, és Darmosnak is adnak tanácsokat. A járatokat kitisztította Darmos, és akkor mehet tovább. A levegő simán áramlik. De fontos, hiszen azért igen, komoly fizikai megterelés van. Oxigén nélkül hamar besavasodna. Igen. Testre egy a fejre, aztán még egy a fejre. Nem volt rossz. Mindhárom tisztán talált. Igen, ez egy picit tovább kéne folytatni. Azt gondolom, hogy ebben azért maradandó. Ott volt a balos is. Voltak. Balorod. Most ezek jó pillanatai Darmosnak, de... Igen, csak most ő fogott, tehát lehet, hogy egy picit elfáradt. Hát olyan sok a jó szándék, hogy... Ja, hogy értem. Lehet, hogy kérdezés, ugye nem fáj. Na jó, nem vicceskedünk, mert kevésbé vicces a dolog. Szegény Detrének akkorákat kap Darmostól azért. Hogyha megnézzük, ugye... Kettőjük közötti súlykülönbséget, Darmos József 89,8 kg, és egy-egy ilyen ütés azért elég ez fájdalmas. Ez komoly, igen. De az utolsó 10 másodperc a második menetből. Véget is ér. Véget is ér. Két menet már letudva. Detre Gábor remekül helytáll, és Darmos is mutogatja azokat a... ütéseket, igen, amit így elvárunk azért, tőle. Most ez a Darmos, igen, most azért az utolsó... Ugye számomra percet, mindig... azért meghúzta egy picit, tehát azt gondolom, hogy ezekkel elvitt, azzal a két-három kombinációval elvitte a menetet. Ugye a Darmos korábbi mérkőzéseit felidézzük, és itt voltunk azért jó párnál, hogy a fizikális próbatétel számára, hogy mikor jön el, mert bizony látszik, az nagyon látszik rá, hogy vannak holdpontok, amikor fizikálisan elkészül. Igen, mert itt vagyunk a második menetnél, csinált két kombinációt, ott elég komoly ütéseket elhelyezett a Detre Gáboron, és aztán ő fogott. Tehát ez lehetett tehát tisztán látni, hogy tényleg a déle direkt megfogta. Úgyhogy hát ezeket kell majd elhagynia. Na majd, most a harmadik. Detre bekezdett, úgy látszik azt az információt kapta, hogy ütnie kell. És dolgozik is, de jól védekezik egyelőre Darmos. Állítólag ez egy ilyen sport, hogy ütni kell. Jó, hogy mondod. Segíteni akkor. Jó, hogy mondod. A fejlődésedben az a könyvhez. Köszönöm. Szép. De egyébként, ilyen hullámzó a mérkőzés, mert a Darmos ezt nem... légzőszervei tisztán tartását, ezt mindig el... Na most nem tud cukorkácsokat venni, amivel kitisztul. Igen. És azért kell neki. Igen, de ezért vannak oda-vissza ütések. Ó, mekkora felütés, próbálkozik, és utána egy bal csapott. De most meg is van, mert fog Detre. Most nincs jó pillanatban Detre. Igen, benne van az ütés Detrébe. Viszi előre a lendület, de nem tisztult még ki. Megint egy felütés, ott volt az állán. Egy test,
csak úgy barátilag. Szép volt az egyenes is. Ezek most mindenképpen Darmos pillanatai. Érezheti, hogy ennek a menetnek véget érhet a számára is. Megint elkapja. Nagyon-nagyon-nagy ütéseket kap Detre. Detre Gábornak nem ezek a pillanatai. Nem tud visszaütni. Egyemel rá a szívét, egyet kacsat is Darmos Józsi pontot te irányodban, hogy érzi, hogy ez most jó ez pillanat. Meg, és igen, és most be is lehet fejezni akár a mérkőzést. Óriásiakat kapott Detre. Felüt, még mindig benne van az ütés. Próbálom a tekintetét nézni, Detrének nem teljesen tiszta. Egy kicsit homályos. Hát ennyi ütés után nem csodálom. Szép. Lehet, hogy a célját nem tudja megvalósítani Detre Gábor, hogy kihúzza a hat menetet. Ugyan még egy perceből van. Igen, egy perce van. Na most, hát... Igen, Józsi, azért most fogod Darmos. Gyerünk. Nagyon szépen betalált ez a balos, aztán jobbal. Megint elkapja a pártestre is. Ott az egyenes, megint eltalálja kettő is Detrét. Hú, de csodálkoznék, ha ezt végig húzná. Megint egy egyenes ott az állon. Hát miből faradták az állát Detre Gábornak? Ilyen jól bérő. Komoly ütéseket szed össze. Szól a közönségtől, és hogy te kezdesz, Józsi. Igen, 20 másodperc. Megélénkült a közönség. Na hát Detre akkor megy előre, kapott egyet ballal egy balcsapottat. Leketjeg ez a harmadik menet szép lassan. Az egyértelmű, nem gondoltam volna, hogy... Nem gondoltam volna, hogy lesz következő menet. Hát, ha most csak abból indulok ki, hogy Detre milyen lassan és megfontolta jött be a kéksarokba. És elég labilosan ült le a székre. Igen. Hát szegénykémnek nagyon nehéz lesz majd felállni erről a székről. És elindulni. Itt van ennek a menetnek az összefoglalója. Csak Darmos ütések. Nagyon. Gyakorlatilag... Igen, nagyon megnyert ezt a menetet. Ezt a három percet, ezt úgy hozta végig Darmos József, hogy... Sőt, én is azt hittem, hogy itt számolni is kell, de nem esette, hanem fönn maradt talpon. Nem csodálkoznék, ha Detrének ez a harmadik menet teljesen kimaradna az emlékezetéből. Lehet, hogy nem sok minden nem emlékszik, de... Szép lassan kitisztul azért. Igen. Most már tud kommunikálni, és még csak a szemével válaszol. Szóval Zoltánnak. És a negyedik menet. Ugye a hat menetre van kiírva ez a cirkálósúlyú mérkőzés, és a negyedikben Darmos Józsefnek megvan minden esélye arra, hogy Detre Gábor kiüsse, és ott kezdte, ott folytatja, ahol abba hagyta. Mindenképp be kell fejeznie. Ez a célja. Mekkorát kapott. Megint nagyon nagyokat. Jó ütembe kapja el Detrét, Darmos. Nem hiszem, ez nagyon komoly ütéseket bír ki. Óriási, ki volt lábon Detre. Ha más nem, akkor az ütéseket nagyon jól bírja. És most egyelőre csak a szuperhősökre támaszkodhat. Hiszen van, amikor elkapják Batmant is, és onnan kell felállnia. Egyenes, de az még finom volt. De te nagyon jól állja a sarat. Nagyon kemény is. Igazából csak most. Azért tudom egy picit megfedni Darmos Józsit, mert ő nagyon jól érzi ezt, hogy ő befejezheti. Persze, neki most tök mindegy, hogy a negyedikben vagy az ötödikben mindez. De szép volt. Nagyon remekül eltalálta. Nagy szíve van, mert mindent elkövet, hogy mérkőzésben maradjon. És ugye most nagyon hozzábúj Darmoshoz, csak azért, hogy öleli meg, mert nem szeretné, hogy kapjon. Hát igen, meg egy picit... Ekkora barátság az én is közöttük. Szegény Detre. Nincs jó állapotban. Bán egy ilyen ütés után, 2-3-4! Óriásiakat kapott, és még mindig bírja, nem itt a vége. Florian Béla beszünteti. Ez nagyon sok ütést kapott, és tényleg itt a vége. Igen,
De ez egy jó döntés. Minden elismerés egyébként Detre Gáborénert. Ennyi ütés kihordani lábon az óriási dolog. És hát ezt a mérkőzést Darmos József nyeri. Teljesen megérdemeltem. Végig irányított. Már a másodikban meg lehetett a kiütés, de a negyedikben végül is nagyon komoly ütése. A kegyelem döfést beütötte. Nem, itt négyet vagy ötöt. Ez óriási, hogy vissza a szíve, de ezek nagyon nagy ütések voltak. Ez nagyon jó bírói döntés volt, Florian Bélát, hogy megállított, és befejezte a mérkőzést. Nem kellett hagyni, hogy Detre. Lehet, hogy még kihúzta volna a menet végéig, de... Igen, de akkor lehet, hogy egy óriási kiütés lett volna. Igen, egy maradandó károsodás is lehet belőle, és ugye ez nem cél. Ünnepélyes eredményhirdetés következik, Kontra György már is ott van a ringben. Ugye ő a ring speaker, és kihirdeti Darmos József sikerét. Következő az eredményhirdetés a negyedik menetre technikai KO-val győzött a piros sarokban Darmos József! Gratuláció Darmos Józsefnek, megvan a hatodik győzelme, vagy a hatodik mérkőzésen a negyedik győzelme, és a negyedik KO győzelem. Mindenképpen érdemes ezt is megegyezni. Jól hadd előre lépked, Darmos az álmai felé, gratuláció neki! Jó estét kívánok, köszöntöm az M4 Sport kedves nézőit a képernyők előtt, itt pedig a pápai szakértő publikumot, akik azt láthatták, hogy Darmos József fantasztikus mérkőzésen, fantasztikus párharcban kiütötte ellenfelét. Mennyire volt nehéz megtörni Detre Gabit ma a ringben? Egy meccsét láttam a tévében, abból alapoztunk ugye. Azt tudtam, hogy nagyon kemény fej van, de hogy ennyire azt nem. Én nagyon helyt állt. Szerintem, hogyha végigmegy a 6 menet, akkor is nyertem volna pontozással, de hát sem neki sikerült. A harmadik menet volt a kulcs momentum, hiszen láttuk, hogy fokoztad a tempót, és már ott is befejezheted volna a meccset. Igen, és úgy éreztem, befejezhettem volna, de lehet, hogy előttem volna azt a puskopolt, amit még tartogattam, és inkább visszább léptem, nem ugrottam be, nem tudtam, mennyire kemény a feje. Ez ugye nem lutira megyünk, és a biztosra mentem. Győzelemmel kezdted az évet, nagyon megadtad az autó tőled 2017-ben. Győzelem és győzelem. Köszönjük szépen, kedves nézőink, kedves publikum, egy óriási tapsot kérünk Darmos Józsefnek!